Van egy ajánlatom. Ez már is bűzlik. Hol a buktató? Nem, nincs buktató. Csak hitesd el a családommal, hogy a mennyasszonyom vagy pár nap alatt egy luxushotelban, és ha minden jól megy, anyám ad lóvét az esküvőre. Kufirc is lesz? Nem szükséges. Anya, mi újság? Apáddal úgy döntöttünk, hogy többé egy vasat sem adunk neked. Én csak azért hívtalak, mert... Szóval, mert megnősülök. Benoit hívott az előbb. Gondolom, megint pénzt kunyerált. Megházasodik. Van egy ajánlatom. Ez már is bűzlik. Hol a buktató? Nem, nincs buktató. Csak hitesd el a családommal, hogy a mennyasszonyom vagy pár nap alatt egy luxushotelban, és ha minden jól megy, anyám ad lóvét az esküvőre. Kufirc is lesz? Nem szükséges. Sima liba lesz. Kicsit rosszul vagyok, kiszállok. Hova szállsz ki? Ki kell szállnom? Kisasszony, kérem, jön le! Kiszállok! A fiamra várok. A mennyasszonyával jön, aki modell. Szia, anya! Jó vagy? Ez egy pszichopata! De fasz a kis hotel! Nedd meg, az dekoráció. Egyelőre lazák veszünk, de a vacsoránál be kell vágódnod. Elegancia és kifinomultság. Mi ez az ős erdő? Tessék? Oké, bocsi, de nem járkálhat ezzel a retróbozóttal. Fiona, tehát te modell vagy? Fiona egy kézmodell. Ó. Ja, ez a kéz. Több százmillióra van biztosítva. Több százmillióra? Biztos? Igen, ide nézz, ez itt például 50 milla. Ez meg itt egy százas. A kis hölgy. Igen, tudom. Hirtelen mennyasszony. Mi történt az anyámmal? Ahogy kérted, összebarátkoztam vele. Azon gyantával! Szólhattál volna, hogy ne. Szóljak, hogy hagyd anyám fanszőr! Igen. Hamarosan a mozikban.